Sziasztok, ez itt a Vögre csatorna, én Balázs vagyok, és megérkeztem a legújabb Crusader Kings 3 fejlesztői naplókkal, a legutóbbi kettővel, az egyik a múlt hétről, a másik pedig erről a hétről, és igazából mindkettő érdekes, nem túl hosszú, de mindenképpen érdekes, és folytatjuk a hitnek a kibeszélését, még két dolog van, amit meg kell dumálni a hittel kapcsolatban, az egyik az eretnekség, a másik pedig a szent rendek, nem ebben a sorrendben. A szent rendek nagyon hasonlóan működnek ahhoz, ahogy például a Crusader Kings 2-ben vannak, tehát ezek egy olyan nem feltétlenül, de amúgy földdel, földel, nem biztos, hogy rendelkeznek, oké? Okay, viszont várral rendelkeznek, tehát van nekik egy, egy, egy váruk, ahonnan irányítják az eseményeket, és hogyha minden jól alakul, akkor megpróbálnak területet is szerezni. És ők azok, akik egyébként templomos rendként ismerhetitek őket általában, viszont nyilván minden egyes Hitnek megvan a maga szent rendje, úgyhogy nem mindenkit volna templomosnak hívni értelemszerűen. Na most, ezek a rendek, tehát rendelkeznek, egy uh, helyszínnel, ahol ők így élnek, ami alapvetően egy vár, de elkezdenek majd hódítani, hogyha megtehetik, és innen küldik ki az egységeiket, akkor, illetve az hadseregeiket, hogyha felbéreljük őket. Nyilván megint úgy lehet felbérelni őket, ahogy korábban a ck a kettőben pályati segítségével, viszont ami érdekes, és talán ez a legnagyobb változás az előzőekhez képest, az az, hogy ez esetben nem csak az ellen háborúznak, aki ellen felbéreled őket. Tehát, ha benne vagy bármilyen háborúban, ami az ellenséges, hit um, ellen zajlik, mi akkor is, hogyha nem is az a cél, de hogyha benne vagy mondjuk keresztényként egy muszlimok elleni háborúban, már is felbírelheted őket. Viszont az a trükk, hogy ezeket az egységeket használhatod mindenki ellen, aki vel háborúban vagy. Tehát tegyük fel, hogy benne vagy a muszlimok ellen egy háborúban, mondjuk egy területszerző háborúban, tartsuk egyszerűen, még csak nem is Hollywoodról beszélünk, de közben benne vagy egy másik háborúban is, mert mondjuk megtámadott téged a, 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 szomszéd szintén keresztény országnak az uralkodója. Ez esetben viszont a holi rendek, a holi rendek, a szent rendek elmehetnek és harcolhatnak ellene is ez azért érdekes, mert szerintem ez kicsit gamebreaking lehet. Nyilván itt van egy stratégiai esély arra, hogy jól összefűzzük a háborúkat, vagy esetleg hazatüzenjünk, csak azért, hogy, hogy, majd behívjuk a szent rendeket, és azok, szóval ez már ilyen öddésak. A para ezzel az, hogy lehet, hogy kicsit abuzálható a rendszer. Nem tudom, jó lenne majd látni, hogy az hogy működik, mert nyilván fogjuk is látni. Lehet, hogy, hogy igazából tök jó ellensúlyok, meg fékek vannak beépítve, de az is lehet, hogy nem. Ezt, 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 ezt nem tudom. És összintén szóval nem igazán jut eszembe, jó, nem vagyok abszolút szakértője a középkori történelemnek, de nem igazán jut eszembe olyan, hát olyan konfliktus, amikor amikor felbéreltek valami szent rendet, hogy segítsen a háborúban, az eretnekek ellen, és elkezdték őket máshova küldeni, meg ő nekik, így nem tűnik fel, hogy hé, srácok azok, akik ellen harcolunk, azok nem inkább, nem annyira muszlimnak tűnnek, hanem úgy néz ki, mint a szomszéd vármegyének az ura. Ez -e mi a helyzet? A lényeg a lényeg, hogy gyakorlatilag ezek mörkök, zsoldosok, akik ugyanúgy működnek, mint a zsoldosok, két kivétellel. Az egyik az, hogy Piety, vel well, jöhetnek be a háborúba, a másik pedig az, hogy uh, ténylegesen nem kell három év után felmondani a szerződést velük. Azt hiszem, a mörköknél fel kell, vagy van valami ilyesmi, hogy újra kell kötni. Ezek addig maradnak, amíg haza nem küldöd őket, vagy amíg véget nem ér a háború. Szóval uh, szuper, Megint csak érdekes azt látni, hogy hogyan működik, mert csak azért is érdekes, mert ők amúgy, ahogy mondtam, jelen vannak a térképen, tehát sokkal több interakció lehetséges velük. Például most, aki követi a CK2-es multiplayer játékunkat, az észrevehette, azt hiszem ott, ott történt az, hogy a, a, a templomos lovagoként tök sok területet kezdtek szerezni, ami nekem nagyon tetszik. Mert csak azért is, mert szerepjátékos szempontból van értelme az egésznek, illetve mert mi is be tudunk nyúlni ezekbe a rendszerekbe, hiszen uralkodónként lehetőségünk van saját szentrendet alapítani. Ehhez nyilván nagyon sok pénz kell, és némi pályati, viszont amint megvan, akkor oda gyűjtnék az egyik kastélyunkat, és a különböző ők onnan csapatják a dolgaikat, és nyilván jobban fognak minket szeretni, meg minket jobban preferálnak, meg ilyesmik, és egyébként minden ilyen szentrendhez rendhez tartozik egy, egy patr patron, ugye az, aki megpróbálja őket pénzelni, és megpróbálja fenntartani magát a rendet. A szent rend viszont nem fog megszűnni attól, hogyha a patronjuk mondjuk meghal, vagy nincsen patron, hanem egész egyszerűen um, működik tovább, amennyire tud. Amikor megszűnik, az akkor van, amikor elveszít az összes területét. Akkor sajnos para van. Hadászati szempontból ezeknek a szent rendeknek van egy-kettő speciális armzuk, ugye ezek a különlegesen képzett katonák, nem a sima talpasok, hanem lovagok meg ilyesmik. Azt hiszem itt grállovag például, talán a keresztényeknél, nem vagyok benne biztos, de szerintem grállovag az mindenképpen uh, benne lenne a, az egyik ilyenben, ami ad egy kis uh, ízt az egész játéknak. Ez nyilvánvaló volt, hogy fel fogják rakni, de mindenképpen jó lehet, hogy belerakták. Aztán még arról kell beszélnem a szentrendekkel kapcsolatban, hogy van lehetőségünk két további interakcióra. Az egyik az az, hogy elküldjük a gyereket, hogy legyen már ugyan, ugyan a helyet, hogy kettő oszlana a birodalmunkat azzal, hogy megörökli a felét, mi lenne, hogyha inkább elmenne és meghalna Jézusért? Ez egy, ez egy, ez egy, jó alternatívának tűnik szerintem így mindenki számára, kivéve a gyerek számára, de ezt megtehetjük, elküldhetjük őt a, ezekhez a keresztes rendekhez, ahol akár ugye fel is emelkedhet ilyen nagymesteri szintre, meg ilyesmik. Az más kérdés, hogy valószínűleg nem fog, de hát végül is mi mindenképpen jó járunk vele. A másik pedig, hogyha nem annyira szimpatikus nekünk ez a Szentrend, akkor ami mondjuk a területünkön van, mert nem csak úgy lehet ám Szentrendet szerezni, hogy létrehozunk, hanem mondjuk elfoglalunk egy várat ahol ők így élnének. A kezdve ők idézőjelben alánk fognak tartozni, és hogyha annyira ez nem tetszik nekünk, akkor ez elzavarodjuk őket a francba. Ez meg nekik nem fog tetszeni, de őszintén szólva ez meg minket nem fog érdekelni. Az más kérdés, hogy mi lesz akkor, ha ez lesz az utolsó területe az adott szent rendnek, akkor lehet, hogy azt mondja a játék, hogy no, 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 no. De valószínűleg, valószínűleg meg fogja engedni, mert elég nagy bútaság lenne történelmi szempontból. Tehát, hogy nehogy már ne tudjam kizavarni a rendeket. Maximum fellázadnak. Mi a legrosszabb, ami történet? De ezek voltak a szent rendek, nem egy matyóhímzés, viszi tovább a CK2 hagyományait, épít rá, pontosan ugye, hogy eddig láthattuk, ez a filozófia, ez mindenhol megjelenik a játékban, és jól működik együtt a többi játékmechanikával. Tehát például, amikor szeretnénk elküldeni a, a fiunkat, hogy megyen a szent rendből, meg annyira nem akar, akkor mondhatjuk azt, hogy az a helyzet, hogy van, van róla egy titkom, és nem szeretné senki, hogy kiderüljön. Meg nyilván nem csak a fiunkat lehet elküldeni, hanem bárkit az udvarból. Tehát valakit akarunk küldeni, mert mondjuk, mert mondjuk áskálódik ellenünk, vagy ilyesmi, akkor mondhatjuk azt, hogy van egy titkunk rólad, nem igazán szeretné senki, hogy kiderüljön, hogy valamúgy nemzettél amúgy öt darab ö, fattyat. Úgyhogy mi lenne, ha elmennél inkább, és meghalnál Jézusért. Szóval mindenki boldog lesz. És ez, ez az, amit akartam mondani, hogy a játékmechanika, ez a játékmechanika, ez együtt működik a húk és hasonló játékmechanikákkal, meg az udvarjátékmechanikákkal, és ez az, amit én mindig szerettem volna látni az én Grand ben Na de ennyi elég volt a szent rendekből, és nézzük tovább, vagyis haladjunk tovább, hogy beszéljünk az eretnekségről, és még valamiről, amit mindjárt megnézek, hogy mi az. eretnekség és doktrínák. A doktrínák volt a másik, amiről fogok most beszélni, illetve nincs benne a címében, de beszélünk még arról, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az különböző vallások, és ez az ellenségességi mutatók, ezek hogy vannak, tehát hogy mennyire ellenségesek egymással a vallások, és mitől függ, hogy egy vallás mennyire ellenséges a másik valláshoz. Na de akkor kezdjük az elején. A fervor és az, és az eretnekség. A fervor az egy olyan mutató, amiben minden vallás rendelkezik, ez a kifejezés ismerős lehet az EU4 vagy a protestáns, vagy a református játék, nem tudom melyik, de lényegében azt jelenti, hogy mennyire hisznek a alattvalók abban, hogy az a vallás, amit követnek, az igazságos és jó, és úgy általában az az, ami, ami közelebb fog minket vinni Istenhez. Tehát lényegében, ami történik, az az, hogyha a papok, meg a papság úgy nagyon olyas méretet él, ami kicsit, kicsit azzal, amit a vallás úgy általában mond, illetve más dolgok is befolyásolhatják, akkor ugye elkezdenek gondolkodni az emberek, hogy lehet, hogy valamit rosszul csinálunk, és akkor kialak, akkor csökken a fervor. Minél alacsonyabb a fervor, annál valószínűbb, hogy egy adott uralkodó azt mondja, hogy oké, és srácok, én leléptem, megcsinálom a saját vallásomat, bledzsekkel és hölgyekkel. És ez lesz az, ami vezet oda, hogy kialakulnak az eretnekségek. És minél alacsonyabb egy szintje a, a annál valószínűbb, hogy csatlakoznak ezekhez az eretnekségekhez. Itt például ezben a, ebben a, ezen a képen valószínűleg a Lollard eretnekséget, láthatjátok. Ezek szépen elkezdik a területeket átfoglalni. Nyilván úgy van, hogy uralkodók állnak át, illetve az udvarok lesznek azok, akik, akik vallást váltanak, és aztán utána például minél alacsonyabb a fervor, annál valószínűbb, hogy meg tudjuk téríteni az adott az adott területet, és hát tudjuk állítani a lakosságot is a saját vallásunkra. Ez a valóságban egyébként soha nem, nem ilyen szinten nem működött így, de um, itt, a, itt kicsit, kicsit van egy ilyen gameplay balance-veri dolog, hogy ténylegesen el tudunk érni változásokat. Csak sosem volt ilyen, hogy... Tehát például Magyarországon az, az oszmánok, meddig voltak 150 évig, és nem igazán sikerült muszlim hitre érinteni az embereket. Ez ilyen 300 éves projekt. De az is igaz, hogy ez nem az eretnekségre vonatkozik. Az eretnekségre akár át is lehet téríteni 100-200 év alatt az embereket, gondoljuk csak a protestantizmusra, a későbbiekben, vagy az ortodox hitre, ortodox, római, katolikus, kinek melyik, de, de rövidebb, tehát mindenképpen rövidebb távol dolgozik a játék attól függetlenül, hogy, uh, hogy mi a valóság, jobb így, mert nem az lesz, hogy oké, okay, elkezdem a játék elé az egyik területet, és a játék végére végzek vele, hanem konkrétan lehet vele haladni. A készítők ígérete szerint ez egy nagyon dinamikus dolog lesz, tehát volt a cége kettőben is Religious Authority, talán így hívták azt a ami nagyon hasonló volt ehhez, csak amúgy nem. Uh, szinte ugyanez volt, az kicsit Kevésbé működött jól, bár az is igaz, hogy amikor egyszerre volt három pápa, akkor így ment lefelé a, a, a Religious Authority. Ez most kicsit máshogy fog működni állítólag, és kicsit dinamikusabb lesz. Tehát sokkal jobban fog fluktuálni, mint, mint korábban fluktuált, mint valaha fluktuált. És még azt kell tudni ehhez, hogy érdekes módon, Uh, nyilván a fölvör segít nekünk például a szent háborúknak az indításában is, de hogyha megnyerjük a szent háborút, akkor az a játék belső logikája, hogy ezek a szent háborúk, ezek inkább szóltak a területszerzésről, mint bármi másról, ezért amikor megnyerjük őket, akkor ténylegesen a fölvör csökkenni fog, viszont aki meg elveszti, annak növekedni fog a fölvör, hiszen úgy van vele, hogy nehogy már a keresztények, vagy muszlimok, vagy buddhisták elvegyék tőlem a saját területemet, visszaszerzem én azt, és akkor fel, felpumpálják magukat. Szóval ez egy balansz dolognak érzem. Lehet, hogy azért kevésbé lesz érdemes ilyen háborúkat nyitani, legalábbis föl volt tekintetében, de az megint másik kérdés, hogy ez egy globális módosító. Tehát az is lehet, hogy mi nem csinálunk semmit, és így is le fog esni. Vagy az is lehet, hogy ténylegesen az emberek a játékosok kihasználnák arra, hogy területet szerezzenek, és így viszont meg kell küzdeniük a rel ahelyett, hogy más visszafogó tényezők lennének, ami egy soft cap, ami érdekes, ami tetszik, ami adom. Most, hogy átbeszéltem magam rajta, most már, most már, most már 100 az ötlet mellett vagyok. Jó, beszéljünk arról, hogy hogyan viszonyulnak a hitek egymáshoz. Lehet, hogy rosszat mondok, lehet, hogy nem hitek, lehet, hogy vallások, belezavarodtam. A lényeg, hogy hogyan viszonyul például a római katolikus kereszténység az ortodoxhoz és a magasabb szintek. Na az van, hogy ez négy, négy fajta viszonyulás lehetséges. A legjobb az a righteous, amikor én hiszek abban, hogy a másik vallás is jót csinál, és a másik vallás is hisz abban, hogy én jót csinálok. Ez esetben minden nagyon király, nincsen semmifajta büntetés a két ország viszonyára, vagy a két uralkodó viszonyára. A következő szint az a megtévedt, Ez az astreinek hívják, és azt jelenti, hogy én értem, hogy a másik alapvetően jót akar, de nem ez az út vezet Krisztushoz. Úgyhogy mi lenne, hogyha nem? Ezek még mindig nem adnak túl nagy büntetést egymásnak, még azért meg tudják találni a közös, a közös témát a gondolkodásukban. Ennél rosszabb az ellenséges. Az ellenséges, az azt hoztálja, már úgy, úgy van vele, hogy az a másik jobb lenne, hogyha megdöblene, de hogyha nagyon muszáj, ha nagyon muszáj, akkor lehet még akár házasságokat is kötni ezek között. És végül pedig a gonosz, mikor az egyik a másik vallás gonosznak tartja, és semmi fajta kooperáció nem lehetséges köztük, ilyenkor az egyetlen megoldás, az a háború, meg a másik kiítása nyilvánvalóan. Van itt egy csinos táblázat, ami bemutatja nekünk, hogy mégis melyik mit a háromfajta fő valláscsoport, vagy akár micsoda, hogyan viszonyul a, 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 a többiekhez. És amint látjátok, ezt nagyjából azt kell elvinni ebből a táblázatból, hogy a katolikusok, nem csak a katolikusok, az ébrahemik, az ugye abba tartozik a, a keresztény, a muszlim és a, a zsidó. Köszönöm, ez a három fő. Szóval ők így alapvetően nem igazán találják a közös hangot azzal, aki, aki, nem gondolja pontosan ugyanazt, amit ő. Tehát ugye semmilyen módosítót nem veszünk bele, erről mindjárt beszélek, mert fontos lesz, úgyhogy ne jegyezzétek meg, amit mondok, csak úgy általánosabban beszélek. Szóval, ha nem beszélünk semmilyen módosítókról, akkor a római katolikusnak az ortodox ellenséges lesz. És viszont, hogyha ennél már lejjebb megyünk, vagy feljebb, vagy távolabb, egy római katolikusnak egy síta vagy egy szunita pedig gonosz. Ez amúgy egészen egyértelmű. Viszont! Csak itt találkozik két pogány vallás, mondjuk az egyik a germán, a másik pedig egy valami másik északi vallás. Akkor ők úgy vannak egymással, hogy a másik jót akar, de így lehetne ezt jobban is csinálni. Mondjuk egy tengri, egy germán és egy tengri találkozik egymással, akkor ők nem fogják alapvetően gyűlölni egymást annyira. És ennél is megengedőbb a keleti, a keretén pedig eléggé csillek, tehát ők például azt mondják, hogy én, engem keletiként, buddhistaként nem annyira zavarnak a, 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 az indiai vallásban hívők, és nem annyira zavarnak egyébként a más vallásban hívők sem, tehát például egy muszlim sem annyira zavar. Érdekes módon egy keleti vallás senkit nem tekint gonosznak. Ez tök jó. Megint csak nem reális, de tök jó. És akkor, hogy miért mondtam az előbb, hogy, hogy ne jegyezzétek még ezt meg? Azért, mert vannak a doktrinák, amik elég kemény módosítók. Ugye a doktrinák azok, amikre így alapvetően épül a vallásunk, a legfontosabb tanai a vallásunknak, és ezek a doktrínák azok, amik változtathatnak dolgokon. Ugye ezek fogják meghatározni például azokat, az, hogy mi számít bűnnek a vallásban, mi számít elének a vallásban, de ennél is fontosabb, hogy például van egy olyan doktrína, hogy e ekumenizmus, ökumenizmus, azt hiszem ez a fordítása, aminek az a lényege, hogy a római katolikusok nem utálják annyira a görög katolikusokat, és az ortodoxokat, mint amennyire, a táblázat alapján kéne. De ugyane miatt nem utálják annyira egymást a szunni vallásnak a, 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 a részei, vagy a síita vallásnak a, a részei. Valószínűleg ők meg egymást nagyon gyűlölik, szóval... A másik oldalon meg az van, hogy vannak agnosztikusok, akik alapvetően csak csílek akarnak lenni mindenkivel, és ők annak ellenére, hogy ebben a táblázatban nincs olyan rácsosz, tehát senki nem gondolja a másikról, hogy egy igazságos, aki nem a saját konkrét alhitében hisz. A gnosztikusok úgy gondolják, hogy ja, a gnosztikusok rendben vannak. Mindek virágozzék, minden virág, mindenki abban hisz, amit akar. Jó, nyilván nem mindenkiben, de a a azért, azért eléggé csillek. És ezek után még bemutattak pár egyéb ilyen doktrínát, és nagyon érdekesek. Azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg. Konkrétan egy csomó doktrína mögött van valami, ha nem is extra játékmechanika, de mindenképpen valami extra dolog, ami, ami miatt érdemes kipróbálni. Például, hogyha a nap hitünk van, tehát van ez a, az, hogy hiszünk a napban, amit a napban hiszünk, akkor egyrészt a sivatagban kevésbé szívunk, tehát kisebb a lemorzsolás a sivatagban a hadseregnek, és másrészt pedig tarthatunk nap naptárgyalásokat a börtönben ülő embereknek, és nem tudom ez mit jelent, de nagyon, nagyon érdekel, hogy ez mégis mi lehet. Nem lehet sok ilyen doktrinánk egyszerre, ugye? Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz, vagy érdekes lesz, hogy hogyan változik a játékmenet amikor más van, és ezért érdemes ezt a különböző karaktereket kipróbálni. Minden eddiginél többet. Sok dolgot lesz a játékban, amiatt nem kell aggódni, hogy elfogynak. Valószínűleg folyamatosan jönnek is majd be a update-ekkel és DLC-kkel. Úgyhogy ez az, ami ami nekem pozitívum, mindenképpen, mert a pörkökkel ellentétben ezeket ténylegesen úgy érzem, hogy itt, uh, itt vannak, vannak kifejezetten érdekes dolgok. Vannak kifejezetten érdekes játékmenikák mögött, de nem csak bónuszok és máluszok. Mindenesetre ennyi volt ez a mai rész, köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk. Legközelebb a következő két Development Diary tartalmával. Sziasztok!